Szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Juhászné Pintér Marian vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 8-as szintű vezető házaspárja. Én Juhász János vagyok. Én is szeretettel köszöntöm Önöket. Óriási megtisztelés számunkra, hogy a PPH vezetői közül ma mi lehetünk a szeminárium házigazdái. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tudom, hogy otthonukban is az interneten felcsatlakozva követnek bennünket ezen az esős, borús őszi napon. És részt vesznek a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Hunortrade részvénytársaság, Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeret fejlesztő képzésén. Üdvözlöm azokat is, akik majd későbbiekben felvételről fogják visszanézni ezt az előadást. Először is megkérem Önöket, hogy a mobiltelefonjukat kapcsolják ki, vagy némítsák el. Ezt érdemes odahaza is megtenni, hogy ne vonja el a figyelmet a most következő értékes előadásról. Köszönöm. Érdemes jegyzetelni, hogy megmaradjanak az igen fontos gondolatok. A mai képzésünk egy tudatosságfejlesztő előadásból áll, ami körülbelül egy órát fog igénybe venni. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom, hivatásom védőnő volt, mára viszont a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységem. Mezőkövesden élünk, házasságban 29 éve. PPH előtti foglalkozásom termeléstervező volt, ami mellett viszont ma már a PPH tanulói csapatszervezést is elkezdtem. Most szeretnénk bemutatni általunk is igen nagyra becsült, nemzetközileg is elismert, hatalmas tudással és képességekkel rendelkező tanítómesterünket. Szervezetünk alapítóját és vezetőjét, ő fogja számunkra tartani hamarosan a következő előadást. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van önmagáltal szervezett csapata, 31 éve hozta létre a PPH közösségét. Nagyon érdemes odafigyelni és megszívelni főként azokat a tanításait, amit a jövővel kapcsolatban mond. Ugyanis amióta mi ismerjük, megtapasztaltuk, hogy azok mind úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi őt a bolygónkon. Ő az egyetlen személy, akinek vezetésével 4 különböző területen ért el szervezete piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára összetudta kapcsolni az anyagot a szellemiséggel. Megtanít bennünket, hogy itt és most az anyagi világban jól boldoguljunk, de megtanít a szellemiséggel kapcsolatos minden fontos tudnivalóra is, sőt az anyag és a szellem összekapcsolására is. Olyan különös ember ő, aki az élet és az emberismeret továbbá mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon, úgyhogy az bárki számára érthetően történik. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Közvetlen kapcsolata van a teremtőjével. A legrészletesebb információkkal rendelkezik, a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Nem hétköznapi életküldetéssel érkezett ide a Földre. Fölvállalta az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelését, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Most szeretném megkérni mesterünket, szervezetünk alapítóját és vezetőjét, hogy jöjjön és tartsa meg a mai bemutató előadását. Fogadjátok nagy-nagy szeretettel Szedracsik Miklós mesterkócsot!
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönöm szépen. Jelenlegi világunkban ki az, aki nem elégedett? Oké. Itt benn csodás, csak a világunkkal, nem itt, de világunkkal. Itt jó, itt mini aranykor. Ugye az a szeretetkor, az aranykor. És mi baj van a jelenlegi világunkkal? Elnyomás, etikátlanság. És hova tart ez a világ, hogyha így halad tovább? Vágóhidra, vagy mit mondtatok? Liberális diktatúra, vagy diktatórikus liberalizmus, vagy mi a jó? Tehát mit láttok odakint a világban? Tehát ami azt jelenti, hogy jól működnek az emberek? Egyre jobban működnek? Egyre rosszabbul? És vajon ez minden téren megnyilvánul? Tehát mondjuk nézzük meg, hogy milyen téren tud megnyilvánulni, hogy hogy működnek az emberek, jó? Tehát jobban bánnak önmagukkal, mint régebben? Rosszabbul? Uh-huh. És a párjukkal jobban bánnak? Ott is rosszabbul? Na, mi a manót csinálnak? Elválnak. Az a megoldás, az elválás. Ki az, aki már elvált életében legalább egyszer? Ú, de sokan. És az mennyibe került? Mit minden? Ez a, olyan, mint a kártyában. Mindent visz, tudod? A vállás az mindent visz. Akkor az Jolly Joker, nem? Hát a Jolly Joker a mindent visz. Lehet, hogy ezért válnak el az emberek, mert az a Jolly Joker, nem? Mert az mindent visz. Nem lehet, hogy ebben tévednek? Kezdik előről? Nulláról. Ja, van egy ilyen, Robert De Niro mondta azt, hogy 50 éves házasság után, hogy amikor megnősültem, volt egy gyönyörű 19 éves feleségem. De fekete-fehér tévét néztünk, és egy pici kis lakásba laktunk, nem volt gyakorlatilag semmink. Most eltelt 50 év, és gyönyörű szép házunk van, gyönyörű szép autónk, hatalmas tévénk, de minden nap egy 69 éves feleség mellé kell lefeküdnöm. Erre mi volt a bölcsasszony válasza? Keres magadnak egy 19 éves nőt, és én gondoskodom róla, hogy lakhass egy albérletbe, legyen egy rom autód, fekete-fehér tévét nézzél. Erre mit mondott Robert De Niro? Milyen bölcs az én feleségem? Hogy tudja, hogy nekem mi a jó? Szóval, hát az a helyzet, hogy nem csak a párjukkal nem tudnak bánni az emberek, vajon a szüleikkel jobban bánnak, mint régebben? Nem, itt se. Gyerekükkel jobban nevelik, mint régebben? Csupa nem a válasz. De én tudok úgy is kérdezni, hogy igen legyen, tudod. Rosszabbul bánnak a gyerekeikkel?
Másokkal jobban bánnak, mint régebben? Tehát rosszabbul bánnak. Munkájukkal jobban bánnak? Tehát jobban szeretnek dolgozni, mint régebben? Nem? Szívesebben mennek dolgozni? Nem? Anyagilag jobban állnak? Tehát nem úgy értve, hanem mondjuk fölépült a 70-es években az a rengeteg lakás és rengeteg családi ház. A családi házakat ugye a magánszemélyek építették saját erőből, nem hitelből. Na most, akkor az azt jelenti, könnyebben építkeztek régebben az emberek? Kellett hozzá hitelt fölvenniük? Nem. Tehát akkor több pénzük volt? Miért volt több pénzük? Mert kevesebb volt a költségük, nem? Tehát nem volt annyi kiadásuk, mint manapság. Akkor vajon, itt van még két dolog, környezetük, hatóság, hát ezzel kapcsolatban nem feltétlenül van statisztikánk, nem? Mert például én emlékszem annak idején, hogy még a szocializmusban voltunk például itt Magyarországon, ugye éltünk itt Magyarországon, és azt láttuk, hogy hát nincs nagy tisztaság. Tehát sok szemét volt az utcákon, stb. Stb. Elmentünk mondjuk Kelet-Németországba, NDK-ba, ott tisztaság volt, érted? Ott bementünk egy ilyen közvécébe, és minden vécézés után, mindegy, hogy kis dolog volt, nagy dolog, jött a takarítónő és takarított, érted? A szocializmus idején. Tehát ott gyönyörű szép tisztaság volt, ott nem voltak elszórva szemetek. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy attól függ, hogy milyen ország volt. Ebből a szempontból ugye jobb lett a helyzet nálunk, de azért még mindig nincs az a nagy tisztaság, főleg az illemhelyeket tekintve. Jó, tehát mondhatjuk azt, hogy jobban bánunk a környezettel, de azt is, hogy kevésbé. Hatóságokkal megint csak nincs statisztikánk, de az biztos, hogy akkor voltak régebben független bíróságok, most már olyan nagyon nincsenek. És hát itt van például az Isten kérdés. Tehát régebben sem volt jobb ez a helyzet, hogy hisznek az emberek az Istenbe, vagy nem. Most se sokkal rosszabb, vagy jobb ez a helyzet. De az biztos, hogy egy nagyon érdekes dolog van az Istennel kapcsolatban, hogy most könnyebb megtapasztalni azt, hogy van, mint régebben. Tehát ebből a szempontból viszont van javulás. Tehát javult a helyzet, mert meg lehet tapasztalni, hogy van. Tehát szó szerint. Tehát régebben én nem hallottam olyat a szüleimtől, hogy ők megtapasztalták volna, hogy létezik. Nagymamám hitt benne, de ő sem mondta, hogy megtapasztalása van a jó Istennel kapcsolatban. És ugye mi itt a PPA-n belül sokan vagyunk, és nem csak én, hanem hála Istennek mások is tudják mondani, hogy megtapasztalták, hogy létezik valami olyan kézzel foghatatlan hatalom, amely a háttérben szervezkedik, rendezkedik, segítséget nyújt, vagy akár éppen az ellenkezőjét, nehezítést rak az ember életébe. De megtapasztaltuk azt, hogy létezik ilyen, érted? Tehát létezik. Na most, főleg azok tudják megtapasztalni, ugye azt is tapasztaltuk, akik nem zárkoznak el a megtapasztalások elől. Ugye tudjuk azt, hogy minden embernek van egy egója.
és hát sajnos most már azt lehet mondani, hogy minden embernek van egója. Természetesen kisebb-nagyobb mértékű ez az egó. És ugye mit csinál ez az egó? Hát próbálja az embert óvni a megtapasztalástól. De hát az a helyzet, hogy az ego az nem tud gondolkodni. Az nem tudja, a megtapasztalásról van szó, akkor nem tudja azt, hogy az jó megtapasztalás akar lenni, vagy rossz megtapasztalás akar lenni. Az azt jelenti, hogy megtapasztalás. És az ego találkozik egy megtapasztalással, akkor tök mindegy, hogy az jó lenne, vagy rossz lenne, tiltakozik az ellen. És próbálja elérni, hogy te ne akard megtapasztalni. Nem tudom, hogy ezt tapasztaltad-e már. Hogy van egy ilyen francos egója az embernek, amely így működik, hogy a jóval szembeni megtapasztalásokat sem akarja. Hiszen az egónak van egy alapműködése, hogy ragaszkodik a megszokásokhoz. És a megszokások, azok a komfortzónán belül vannak. Bármi, ami a komfortzónán kívül van, az távol esik a megszokásoktól, és a megtapasztalás az egy kívülről jövő dolog. Ahhoz, hogy megtapasztaljon az ember dolgokat, ki kell lépni a komfortzónába. És alapvetően az egónak ez a nagy problémája, hogy ő nem akarja ezt a kilépést, hogy kilépjen az ember a saját komfortzónájából. És ezért akadályozza a pozitív megtapasztalást is, meg a negatív megtapasztalást is. Ezért van az, amikor azt tudjuk mondani, hogy az emberek nem tudják, hogy mi lenne a jó nekik. Tehát nem tudják. Tehát hogy is szoktuk ezt mondani? Nem így fejezzük ki. Hogy mi csodát? Ja, nem tudják, hogy mit nem tudnak. Így van. Tehát nem tudják azt, hogy azt jó lenne nekik, vagy nem lenne jó. Tehát nem tudják. És mivel van egy egójuk, nem is akarják megtapasztalni, de nem ő nem akarja megtapasztalni, hanem az egója nem akarja megtapasztalni. Mert igazából egy ember az vagy a lelke, vagy az egója. A lelkünk azért jött le, azért van lelkünk, és azért jött le ide a földre, és azért van benned a lelked, hogy minél több dolgot megtapasztaljon. Evel szemben van egy érzéseken alapuló, szokásokhoz ragaszkodó ego, amely képtelen a gondolkodásra, amely működését belénk rakták, mikor létrehoztak minket, mint test, felsőbbrendű lények, létrehoztak minket, mint test, és belénk rakták ezt a fajta állati működést. Hát nézd meg, minden állat a szokásainak a rabja. Minden állat ugyanazokat a szokásokat csinálja. Mindegyik. Nem gondolkodik, hanem a létrejött szokásokat hajtja végre. Az ember az, amely ezekből a megszokásokból ki tud lépni, ki tudna lépni, ha akar. És ezért mondom, hogy ki tud lépni,
mert ha akar, akkor ki tud lépni. De ehhez az, ezt a fajta működést, ami az állatoknál működik, hogy a minden állat a szokásainak a rabja, hát sajnos ez az emberekre is jellemző, ha hagyja az egyén, hogy az egója vezérelje őt. Tehát most gondold végig, mi mit csinálunk. Havonta tartunk 30 óra képzést. Milyen képzéseket? Olyan képzéseket, amit a mindennapjaidban, ezeken a területeken, amit ki van nekem itt írva, kérek szépen megint kiírást, ezeken a területeken az ember a mindennapokban tud hasznosítani. Mondom, a mindennapokban. A saját előnyére és mások előnyére tud hasznosítani. Ilyeneket tanulunk. Van 26 nagy témánk, azért mondom, hogy nagy téma, mert nem egy hónapos témák, hanem több hónapos témák ezeken a területeken. 26. Ami azt jelenti, hogy több éves képzés. Több éves képzéseket tartunk. Miért? Hogy az emberek könnyebben, jobban, egyszerűbben, eredményesebben boldoguljanak ezeken a területeken. Tehát ezt csináljuk. A képzéseink teljesen megfizethető áron vannak. Ami azt jelenti, hogy egy óra képzés az 420 forint, vagy 40? 420. Oké? Okay? Ha átszámítjuk, a hónapot lebontjuk. Az első hónap ettől kivétel, az 660. Szóval manapság hasznosítható képzést, te, amit a mindennapokban tudsz hasznosítani, nem kapsz 7000 forint alatt óránként. 7000 forint alatt nem kapsz. Na most, de nem csak ezt nyújtjuk, hanem azt is nyújtjuk, hogy mindenki, aki itt tanul, az nem úgy tanul, mint általában. Mert aki itt tanul, az bekerül egy csapatba. És annak a csapatnak van vezetője. Ráadásul egy növekvő csapatba kerül bele. És mivel van vezetője, ezért kérdéseivel, segítségért fordulhat a vezetőjéhez. Kik a vezetők? Nem olyan vezetők vannak, mint egy munkahelyen, hogy kiválasztottak valami embert, a munkafelvevő, és akkor azt mondja, hogy na, ezeknek a dolgozóknak te leszel a vezetője. Nem így működik. Tehát vezető az lett, aki itt tanul, és hasznosítja is az emberek javára a tudását. És ez mérhető. Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy azoktól lehet segítséget kérni, akik karriert értek el a PPH-nál, a csapat létrehozás és a csapat vezetést is beleértve. Szóval, ez azt jelenti, hogy az emberek fordulhatnak rutinos, tapasztalt vezetőkhöz, akik tudnak segíteni, ha az ember elakad bármilyen téren a tudás hasznosítása során. Oké? Okay? Ez gyakorlatilag teljesen páratlan. És ezekért, hogyha egy vezető segítséget nyújt, nem kérünk pénzt. Oké? Okay? Tehát nem kérünk pénzt. És ez így teljesen páratlan. Tehát a maga működésében a világ szinten, tehát a Föld bolygó szinten, ez teljesen egyedülálló ez a fajta működés. Na most, de ezt miért csináljuk?
Tehát ez a lényeg. Tehát mondhatjuk azt, hogy szó szerint ráébredtem arra, hogy nekem küldetésem van. Szó szerint ráébredtem, mert álmomba jött ez az információ, hogy mit kellene nekem teljesíteni. Nagyon érdekes, mert rátértem erre a küldetésre, álmomban megjött azt, hogy mit kell teljesítenem. A csapatommal, már akkor volt csapat, nem véletlenül kaptam ezt az álmot, látomást inkább úgy mondanám. És utána foglalkoztam azzal, hogy számmisztika, és megkértem számmisztika szakembereket, még a múltban, hogy úgy, hogy engem nem ismernek, kettő ilyen elemzést is kértem, csinálják meg az elemzésemet. Elsősorban a születésemmel kapcsolatban, mert a születési dátumunkban van benne a küldetésünk, a feladatunk, stb. Stb. És tehát tőlem teljesen függetlenül kihozták azt, ami a látomásomban volt, hogy nekem mi a küldetésem, kihozták azt, hogy nekem milyen dologgal, milyen területtel kell foglalkozni, az emberek javára, stb. Stb., amit én már csináltam. Mondom úgy, hogy nem ismertek. Tehát nem ismertek. Na most ezt azért mondom, mert tőlem teljesen független a számmisztikában profik azt hozták ki, hogy nekem mi a küldetésem. Érted? Azt, amit én látomásban megkaptam. Tehát a világ jobbítása, az emberiség jobbítása. Érted? Ott volt benne. Na most, nézzük tovább. Ezáltal, hogy tudtam már, hogy nem csak látomásban, hanem más szakemberek által is kaptam megerősítést abban, hogy mi a küldetésem, ráadásul már előtte is a küldetésem irányába haladtam, úgyhogy még nem is volt a látomás. Tehát az érzéseim is ezt diktálták. Hát mondhatjuk azt, hogy élenjáró lettem abba, hogy van egy küldetésem, és van egy küldetésünk. Tehát nem csak nekem van, neked is van. És valahogy én azt látom, hogy máshol nem foglalkoznak azzal, hogy neked van egy küldetésed. Mit jelent ugye ez a neked van egy küldetésed? Amiért lejöttél, mint lélek. Amit neked itt meg kell élned, meg kellene tapasztalnod, érted? És el kellene érned. És afelé kellene haladnod. És ez a küldetés abból a szempontból azt tapasztaltam, hogy mindenkinek hasonló, hogy mindenkinél a küldetésébe benne van az, hogy az emberekért kellene tenned. Mondom, mindenkinek benne van a küldetésébe. Még akkor is, ha ez a küldetés nem egyforma. Nem egyforma. De benne van, hogy az emberekért kell tenned azt, amit csinálsz. És nem magadért. Érted? Ami azt jelenti, hogy kénytelen vagy, mint amit ugye én nem kényszerből csináltam ezt, hanem belső késztetésből, hogy ha én az emberekért akarok tenni, akkor nekem fejlődnöm kell.
És ha én fejlődök, az másnak se rossz természetesen. Tehát, de ez mindenkinek benne van a küldetésében. Kicsit másként természetesen, mert kevés az olyan ember, akinek tökéletesen azonos a küldetése. Kevés. De ilyenek is léteznek. Szóval gondoljuk végig, tehát az a baj, hogy nem így tanítják, hogy neked lejött a lelked. Azért, hogy a küldetését teljesítse. A küldetésben van egy csomó megtapasztalás, amit ebben az életben kell megtapasztalnunk. De úgy nehéz megtapasztalni jót, hogy állandóan rossz dolgokkal foglalkozik valaki. Érted? Mi az, hogy rossz dolgokkal? Mondjuk úgy rossz dolgok, hogy rosszat csinál, amivel másoknak vagy magának árt, hogy nehéz megtapasztalni a jót. Úgy is nehéz, hogy nem csinál semmit. Úgy is nehéz megtapasztalni a jót. Tehát, ami azt jelenti, hogy meg kellene tapasztalni sok mindent az életünkben, hogy azt mondja az ember, hogyha én ezt jól akarnám csinálni, nem kellene ezen a területen fejlődnöm. És ez végig gondolod, ez egy tök logikus dolog. Ha mondjuk azt mondja az ember, hogy hát anyagilag nagyon szarba vagyok, akkor el kellene gondolkodni, hogy nem kéne ezen a területen jobban válnom. Ha mondjuk azt mondja az ember, hogy halálra dolgozom magamat, nem kellene ezen a területen jobban válnom. Nem kellene képeznem magamat. Tehát bármilyen területen, ami nem úgy működik, vagy mit tudom én, mondjuk olyan betegsége van, amire azt mondják, hogy ott abból nehéz kigyógyulni, vagy nem is lehet. Akkor azt mondaná az ember, hogy nem kellene ezen a területen információkat szerezni és jobbá válni. Nem lehet, hogy ott is lehet megoldani azt a dolgot. Tehát ugye az ember kap négyféle problémát. Az egyik a betegség, a másik a baleset, a harmadik a családi probléma, a negyedik az anyagi probléma. Tehát minden probléma ebben a négy területben valamilyen szinten valamelyikbe belesorolható, vagy akár többe is. És az ember, ha kap egy problémát bármilyen területen, akkor ez besorolódik ebben a négy közül valamelyikbe. Tehát ha beteg, akkor nyilván a betegségbe. Ha beteg, mondjuk balesetet szenved, akkor nyilván a balesetbe. Ha van egy családi problémája, akkor nyilván a családiba. Ha nyilván van anyagi problémája, akkor az anyagiba. De nincs olyan probléma, amit tudással nem lehetne megoldani. Nincs ilyen. Az lehet betegség, tudással meg lehet oldani. Lehet baleset, tudással meg lehet oldani. Érted? Hát nyilván nem azt a balesetre gondolok, mikor leesik az embernek a feje a nyakáról, nem? Tehát nem arra gondoltam, azt nem lehet megoldani. Tehát olyat, amire van esély arra, hogy az ember megoldja. Érted? Olyanra. Na most, és az ember úgy működik, hogy nem gondolkodik el rajta. Nem tudja azt, hogy mit nem tud. Nem tudja azt, hogy tudással mindent meg lehet oldani. Mindent. Nincs olyan, hogy tudással ne lehetne megoldani. Most gondold végig, kiindulunk a saját
kis tudásunkból. Ebből indulunk ki. Most gondold végig, hogy mi emberek ebből, abból, hogy van kis tudásunk, és azt gondoljuk, hogy tudással mindent meg lehet oldani, mekkora hülyeség ez. Na most, akkor ezért mondanám, hogy itt van a világegyetemünk. És tudással nálunknál, földi embereknél lényegesen intelligensebb lények tudással az energiából anyagot csinálnak. Érted? De olyan szinten, hogy az energiából létrehoznak egy napot, majd létrehoznak körülötte bolygókat, majd a bolygók körül holdakat, mert van erre tudásuk. Érted? És akkor te azt mondod, hogy tudással nem lehet mindent megoldani. Nem a fészkes fenét, azt nem. Érted? Tudással létrehoztak egy világegyetemet, tudással létrehozták az embert, létrehozták a növényeket, állatvilágot, az életet tudással hozták létre. Mindennek az alapja a tudás. Mindennek. Bármit meg akarunk oldani, a tudás az alapja. Ha nem hiszed, ha végeztél már valamilyen dolgot, amihez tudásra van szükség, mondjuk a szakmád, akkor tudhatod, hogy tudás nélkül csak evickéltél a szakmádba, de nem csináltál eredményeket. Tehát mindennek az alapja a tudás. Tehát ahhoz, hogy létrehozzunk egy számunkra megfelelő életet, azt se lehet tudás nélkül megcsinálni. Semmit nem lehet. Ezeken a területeken azért romlott az életminőség, mert fogyott a tudás. Szó szerint tudáshiány van ezeken a területeken. Azért bánnak az emberek rosszabbul önmagukkal, párjukkal, szüleikkel, gyerekükkel, stb., amit ugye megint kérek kitenni, mert nincs, kevesebb lett a tudás ezen a területen. Mert nem tanítják az embereknek, se az iskolákba, de most már a szülők se. Még sajnos olyan szinten hiányos a tudás, hogy még rossz mintákat is mutatnak az emberek. Nem, hogy nincs tanítás, nincsenek jó minták az emberek számára, beleértve természetesen a gyerekeket is. Tehát hiányzik a tudás. De a tudásnak van egy akadálya. Tudod, micsoda? Az, hogyha a tudás használatában elakadsz. Na, az az akadály. Hogy nem tudod az elméletet belehelyezni a gyakorlatba. Ez az egyik legnagyobb probléma, ezen bukik el a legtöbb ember. A tudás használatába, mert nem kap segítséget. Nincs kitől kérjen segítséget, amikor elakad. Nincs hova forduljon. Nem tud hol utána nézni, nem tud hol utána kérdezni. És elakad, és a tudás az megy a szemétbe. Tehát ezért a tudás és annak átadása úgy tud hatékonyan működni, hogy az a hatékonyság azt jelenti, hogy az emberek képesek legyenek használni a tudást. Mert minek a tudás, ha nem használjuk? Nem? Nézd meg, egy csomó dolgot tanultál az iskolában, mennyit használsz belőle? Nem sokat. Szóval, ezért, ha az ember elakad, a tudás használatában kell olyan rutinos segítség, amely azt mondja, hogy
fordulj hozzám, s ha elakadsz, segítek. Oké? Okay? És ez azt jelenti, hogy sehol nem tapasztalni olyanokat, mint amit nálunk tapasztalunk. Mit? Hogy az emberek fokozatosan vagy gyorsan fejlődnek. Oké? Okay? Tehát van, aki lassabban, szépen fokozatosan, van, aki viszont egész gyorsan fejlődik. Ami azt jelenti, hogy valamilyen szinten mindenki. Mert nem csak tanulnak, hanem tudnak segítséget kérni. Teljesen egyedi. Nincs máshol. Tehát a tudás, na az a Jolly Joker. Az mindent visz. Oké? Okay? Tudás mindent visz. Így, hogy az ember tud segítséget kérni és kapni. Na most, tehát tanulunk olyan dolgokat, amit hasznosítunk. Miért? Elsősorban azért, hogy a küldetésünket teljesítsük. Az imént említettem, mindenkinek a küldetésében benne van, hogy másokért kell tennünk. Na most, tehát, hogy a küldetésünket teljesítsük. Igen, de az ember nem tudja, hogy mi a küldetése. Hát akkor kérdezze meg olyat, aki meg tudja mondani. Oké? Okay? Ezeket számos esetben ingyenesen megkapja az ember. Nem csak nálunk, hanem bárhol máshol. Ingyenesen. Mi a küldetésem? Egy szakember körülbelül 3 percen belül megmondja. Vagy 5 percen belül. Jó? És miért fontos ez a küldetés? Tehát egy kicsit tudnunk kell ezzel kapcsolatban azt, hogy mi nem azok vagyunk, mint amit tanítottak nekünk az iskolákban. Nem azok. Bár, ha te azt akarod hinni, amit tanítottak az iskolákban, nem akadályozom meg. Jó? Szóval, nem azok vagyunk. Amint említettem az imént, bennünk van egy lélek. Van egy ego is, azt kifejlesztettük. A lelkünket nem tudtuk kifejleszteni. Az onnantól kezdve belénk költözött a testünkbe, amikor megszülettünk, amikor a legelső levegőt vettük. Tehát az első lélegzetvétellel a lelkünk belénk költözött. És az utolsó lélegzetvétellel, kifújással, nem vétellel, az utolsó levegő kifújásával fog távozni belőled, véglegesen. Oké? Okay? Na most, azt is tisztában kellene lenni, hogy a lélek nem akkor született. Testre azt mondják, hogy akkor született, amikor kibújt az édesanyja hasából, mindegy milyen formában, de kijött. De a lélek nem így működik. A lélek az nem született akkor, amikor beleköltözött a testedbe. A lélek már attól a pillanattól, amikor megfogantál, már itt volt a földön. Leküldték. Magától nem tudott volna lejönni, leküldték. Méghozzá egy másik bolygóról küldték ide át. Ehhez át kellett vezetni a Föld olyan védelmén,
ahol a lelkek nem tudnak csak így kibejárni, hanem gyakorlatilag egy energiaháló, amin át kell vezetni a lelket. Kifelé is, visszafelé is. Ha valaki mondjuk a második életét éli, vagy a harmadikat, vagy a negyediket, csak most bármelyik életet mondhatná, amikor erre az életére született, akkor átvezették ezen az energiatéren. És ezáltal tudott lejönni. És előtte, mielőtt lejött, kiválasztotta a szüleit. Kiválasztotta a küldetését, a feladatát, majd a megélt helyzeteket is, ezt mind kiválasztotta. Tehát így megyünk visszafele. Majd mikor ez a kiválasztás történt, akkor volt egy kis várakozás a megszületésre. Akkor, de menjünk még mindig vissza az időbe. A létközi állapotban történt ez az egész. A létközi állapotba akkor tud az ember bekerülni, a fenti létközi állapotba, amikor elhagyja az ember mondjuk az előző életében a Földet, vagy a lélek az első alkalommal egy magasabb intelligenciából születik le, itt van, leszületünk, születik le egy alacsonyabb intelligenciába, az pedig az ember. Miért vállalja a lélek, hogy egy magasabb intelligenciába minden ember, aki a Földre született, egy magasabb intelligenciából született le, illetve jött le. Miért le? Mert a Földről nézve fent van. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy másik naprendszerből mondjuk, mikor előtte lejövünk. Na szóval, miért jött le? Mert hála Istennek a lelkünk egy jó világból jött le. Egy olyan szintű jó világból, ahol nincs rossz. Tehát nincs rossz. Gondold végig, ezáltal a rossznak nincs megtapasztalása. Ha nincs rossz, akkor nem lehet a rosszat megtapasztalni. Tehát ez a baj, amikor nagyon védenek egy gyereket a szülők. És a gyerek nem tudja megtapasztalni a rosszat. És fölnő egy ilyen nagyon védett szülői környezetbe. És akkor, amikor bekerül, megtapasztalja a rosszat, akkor azzal nem tud mit kezdeni. Na most, a lélek mielőtt ide lejön, törlik az emlékezetét az előző létformáiban. Tehát tiszta formában születik, nincsenek emlékek az előző életről vagy életekről, és úgy születik, úgy jön le, hogy ha törlik az előző tudásokat, akkor egy dolog marad, feltétel nélküli szeretet. De hiányzik a tudatosság. Oké? Megvan a feltétel nélküli szeretet, de nincs tudatosság. Na most, az ember kiválasztotta a családot annak alapján, amit meg akar élni ebben az életben. Mit akar megélni? Nem jót, rosszat. Nem a jóért jöttünk le, könyörgöm.
A jót, azt te tudod létrehozni. Nem a jóért születtél le. A jót tudással lehet létrehozni. Tudás nélkül, hála Istennek, rosszat fogsz létrehozni. Érted? Mert a rosszért jöttél le. Ne tanulj semmit, és nagyon sok rosszat fogsz megélni. Ugyanis az embernek az a feladata, hogy megteremtse a jót. Érted? A rosszból. Tehát nézd meg, az ember tudatlan, folyamatosan rossz dolgokat hoz létre. Minél több a tudása, annál jobb dolgokat tud teremteni. Oké? Okay? Na most. Tehát ami azt jelenti, hogy körülnézel, és azt látod, hogy nem tanulnak, nem fejlődnek az emberek, egyre rosszabb és rosszabb dolgokat élnek meg. Akinek van tudása, az még a rosszból is jót teremt. Gondold végig. Míg másnak az rossz, ő meg terem belőle egy jót. Érted? Akinek van tudása. Tehát a külső világ, ahonnan jöttünk, a felsőbb lendű létforma, az nem csak jókból áll. De nekünk van egy marha nagy szerencsénk, hogy onnan jöttünk a jóktól. Oké? Okay? És nem a rosszaktól. De a rosszak rosszat akarnak teremteni. A jók jót akarnak teremteni. De a rosszak teremtik a rosszat. Hogy lettek rosszak? Úgy, hogy nem voltak egy idézőjelben olyan iskolába, mint a Föld, ahol megélték volna a rosszat, és ezáltal értékelték volna a jót. Tehát az az ember, aki nem találkozik rosszal, az nem tudja a jót értékelni. Oké? Okay? Tehát, ha csak valaki jóval találkozik, akkor nem fogja értékelni a jót. Tehát mondom azoknak a szülőknek, akik mindenáron jót akarnak a gyereknek, hogy ezzel azt tapasztal, vagy azt csinálod sajnos, hogy az illető nem fogja értékelni a jót. Oké? Okay? No szóval, odafönt, akik létrehozták a Földet, mint iskolabolygót ezzel kapcsolatban, ilyen szinten, pontosan tudják, hogy mi lélekként hogyan működünk. Hát azt is tudják, hogy testként hogyan működünk, sokkal jobban, mint mi, természetesen. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy lélekként hogyan működünk. És tudják azt, hogy egy lélek akkor fog igazán teremteni, ha a rosszból képes jót teremteni. A jóból könnyű jót teremteni, nem? Hát az az igazán nagy teremtés, amikor a rosszból teremtesz jót. Gondold végig. És ezért vagyunk itt. Amíg nem vagyunk tudatosak, ott van, a csecsemő leszületik. És nincs tudása, ott van. Tudatlan. Nem tudatos, beszéltem róla. Ha valaki nem tudatos, akkor az azt jelenti, hogy nem tud. Nincs tudás. Érted? Hiába van feltétel nélküli szeretet. Tudás nélkül az a rengeteg külső hatás, az negatív tulajdonságokba torkolik. És az illető tele lesz negatív tulajdonságokkal, tudás nélkül. Tehát ha az ember tanul, és találkozik egy rosszal,
a rosszból ki tud hozni jót. A rosszat át tudja alakítani jóvá. De ha ő rossz, a rosszból nem tud jót csinálni. Csak a jó ember tud a rosszból jót csinálni. És nem az a jó ember, aki azt gondolja magáról, hogy ő jó ember, hanem az a jó ember, aki ismeri az etika szabályait, és annak alapján él. Mert az etika szabályaiban pontosan meghatározott, hogy mi és mennyire jó, és mi és mennyire rossz. Ami egy elég egyedülálló bolygó szinten. Ez is. Szóval itt vagyunk mi emberek, és lejöttünk azért, hogyha visszamegyünk a fenti létformába, képesek legyünk arra, hogy a rosszat, amit létrehoztak a rosszak, jót teremtsünk. Érted? De erre nincs odafönt tapasztalat. Ezt meg kell tapasztalni itt, hogy hogy lehet a rosszból jót teremteni. Mert itt tele van rosszal ez a föld, sőt, megnézed, egyre rosszabb. Hála Istennek, mert akkor jóvá lehet tenni, érted? Jobbá lehet tenni. Hát képzeld el, ha itt minden jó lenne, mi lenne a dolgunk? Semmi. Tehát annak, hogy rossz a világ, örülni kell. Tényleg örülni kell. Mert tudni kell azt, hogy tele vagyunk dologgal. Minden, lassan már nem tudsz olyan dolgot, amit nem kéne jóvá tenni, vagy jobbá tenni. Nem tudsz olyan dolgot mondani. Minden, ami jól működött, elrontották. És nem a technikára gondolok. A technikát azt meg kell szerelni. Azt nem kell jobbá tenni, érted? Létrehoznak egy újat, az jobb lesz, ha jól csinálják. Vagy nem. Mert nem biztos, hogy jól csinálják. Érted? Tehát nem erről szól a történet. Nem a technikáról szól a történet, hanem arról, hogy vannak rossz dolgok, rosszul elrontottunk dolgokat. Nem, mondom, nem technikát rontottunk el. Nem anyagot, hanem a gondolkodásunk elromlott, és ezáltal elrontottunk mondjuk az önmagunkkal való bánásmódot, elrontottuk a párunkkal való bánásmódot, a szüleinkkel való bánásmódot, a gyerekeinkkel, másokkal, a munkánkkal, a pénzzel, a környezetünkkel, a hatóságunkkal, az Istenünkkel, vagy bármi. Érted? Elrontottuk. Mert a gondolatunk nem az volt, amit kellett volna. És elrontottuk. És itt van a lehetőség, meg tudjuk javítani. A rosszból tudunk jót tenni. 14 éve képezek hasonló módon embereket. Tehát, hogy már nem a vezetőket megtanítom csak a tudást, hanem bárkinek, aki jelentkezik arra. 14 év alatt nem tudtak olyan kérdést föltenni valami problémával kapcsolatban, amire ne lett volna megoldás. Érted? Tehát olyan nincs, hogy nincs valamire megoldás, hogy valamit nem lehet megjavítani ezen a ezeken a területeken, amit elrontottak. Nincs ilyen. Tehát ezek a területek nem olyanok, mint a műszaki terület, mint az anyaghoz kapcsolódó terület, hogy kidobjuk. Akkor önmagaddal kapcsolatban dobjuk ki az agyadat. Nem lehet kidobni. Ja, hát azt megcsinálják, hogy dobjuk ki a párunkat. Nem, azt megcsinálják. Dobjuk ki a szüleinket, ami azt jelenti, rá se néz. Nem? Ezt megcsinálják emberek. Vagy dobjuk ki a gyerekünket. Kitagadom, vagy rá se nézek, érted? Vagy dobjuk ki a más embereket. Ezt csinálják az emberek. De ez a normális, hogy mindent kidobálunk. Egy dolgot nem tudunk,
mert önmagunkat nem tudjuk kidobni, illetve ki lehet azt is, hogy fogod, aztán földobod a talpadat. Tehát ezeken a területeken mindent meg lehet javítani, érted? Mindent. Tehát lehetsz jobb sokkal ahhoz képest, amilyen vagy. Lehet jobb a párkapcsolatod sokkal ahhoz képest, amilyen. Lehet a szülőddel a kapcsolatod sokkal jobb, mint bármikor volt. Lehet a gyerekeddel jobb a kapcsolat, mint bármikor volt. Lehet más emberekkel jobb a kapcsolatod, mint bármikor volt, stb. Stb. Lehet olyan munkát, amit imádsz, és megérsz belőle, és akkor onnantól kezdve megtanulhatod azt is, hogy képes legyél a már megteremtett pénzzel boldogulni, és nem csak elkölteni, és ezáltal figyelhetsz arra, hogy a környezeted is rendben legyen, meg a hatóságokkal se legyen gondod természetesen, és hát az nem a tizedik a sorban, de az egyik legfontosabb dolog, hogy akik ide lehoztak, leküldtek, érted? Akik megszervezték, hogy itt legyél, megszervezik az életet, hogy semmi ne legyen véletlen az életedben, azokkal jó kapcsolatban legyél. És azért beszélek többes számba, mert ott vannak az angyalok, vannak az angyalod, esetenként embereknél több angyal is, akit úgy mondhatod, hogy angyalod. Van, akinek kettő van akinek három van, de az nagyon ritka a három. Kettő az több van, de a legtöbb embernek csak egy angyala van. Akkor ott a teremtőd, aki az angyaloknak a főnöke, akik veled foglalkoznak. Oké? Akkor ott van a te teremtődnek, a te istenednek a főnöke. Jó? Tehát itt istenekről beszélünk. Tehát mi jöttünk egy jó világból, ott, ahol nincs rossz, de hogy változtassuk meg felsőbbrendű lényként a rosszat, ha sose tudtuk, mi az, hogy rossz. Logikus, nem? Ezért lejövünk kicsibe, kipróbáljuk a rosszat, és megváltoztatjuk jóvá. És most itt nagyon rossz, nagyon sok embernek. Nekünk meg nagyon jó PPA-soknak, hogy sok embernek nagyon rossz. Hát mert sok a dolgunk. Nem? És ha sok a dolgunk, akkor megnézheted, hogy önmagad az eredmények révén felemelkedsz, akkor ha párod is emelkedik, akkor a pároddal is jó leszel. Ha szüleid is emelkednek, a szüleiddel is jó leszel. De a szüleiddel lehet nyugodtan elnéző is, ha nem emelkednek. Gyereked fontos, hogy jó legyen, és ő is emelkedjen, és utána jó legyen a kapcsolatok. Mások is fontosak, akikkel azt akarod, hogy jó kapcsolatban legyél. Gondold végig. És őket is tudod emelni, ők is tudnak emelkedni. És onnantól kezdve létrehozunk egy jó világot. Ez a dolgunk, ezért vagyunk itt. Ezért születtek le ennyien, mikor kevesebb baj volt a Földön, akkor kevesebb ember volt, és kevesebb született le. Érted? Ezért születnek napi szinten százezrek vagy milliók, nem is tudom mennyi. Érted? Régen pár ember született egy nap. Aztán pár tíz, aztán pár száz, pár ezer, pár tízezer. Miért? Sokkal kevesebb volt az a baj, amit meg kellett élni, és jóvá kellett tenni, jobbá kellett tenni. Érted? Most nagy baj van, nagyon sokan rossz, nagyon sokan jönnek le, hogy megtapasztalják ezt az átalakítást. És ezt gondold végig, ez a saját átalakulásunk is. Tehát, ha mi átalakítók vagyunk, akkor mi is átalakulunk. Olyan
lényi, aki képes a rosszból jót létrehozni. Tehát most gondoljátok végig, hány olyan ember tanul itt, akinek a párkapcsolata, hát enyhén szólva, egyáltalán nem volt ideális. És gondoljátok azt is végig, hogy melyik a jobb? Azóta, mióta tudásotok van, és sokkal jobbá vált a párkapcsolatotok, vagy az volt jó, amikor rossz volt a párkapcsolat? Gondoljátok végig. Tehát ti javítottátok meg, a rosszból csináltatok jót. Értitek? Ez a teremtés. Világos? Hogy a rosszból jót csinálunk. Ezért vagyunk itt, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Sajnos, mondom, nem volt fönn rossz. És nem tapasztalták meg a lelkek a rosszat, és a hangulatuk romlásával, meg az, hogy nem tudták értékelni a jót, azáltal főleg, hogy nem tudták értékelni a jót, romlott a hangulatuk, és elkezdték létrehozni a rosszat. De szétválasztották a jókat és a rosszakat. Ami azt jelenti, hogy a rosszak szabadon gyakorolhatták a rosszat. És a világban ezért sok a rossz. És a lelkek lejöttek megtapasztalni emberként, kicsiben a rosszat, hogy utána, és a teremtést, azt, hogy jóvá tesszük a rosszat, és utána ezt nagyban tudjuk fent majd használni. Értitek? Tehát most gondold végig, itt van egy szerepünk, egy olyan szerepünk is, ahol az emberek gondolkodására olyan hatást kell gyakorolni, hogy abból, amit csinál, vagy nem csinál, egy olyan emberré váljon, aki tesz azért, hogy a rosszat, a rossz dolgokat megjavítsa. Megint nem a technikára gondoltam. Érted? Hanem ezekre a területekre, erre a 10 területre. Hogy ezeken a területeken megjavítson dolgokat. Érted? Tehát ilyen emberek lesznek itt a bolygón. Ez a cél, hogy ilyenek legyenek. Ezért vagyunk itt. Mondom, gondold végig, több milliárd éves lehet a lelked. Abban 80 év, semmi. Simán lejöttél. Azt mondtad, hogy hát ez olyan, mint mondjuk pár perc most ebben az életedben. Pár perc, mit, semmi. 5 percbe is belefér bármi, érted? Vagy 10-be is, vagy akár egy órába is belefér bármi. Ha a többi nem olyan. Azt mondtad, hogy miért ne jöjjek le? Miért ne tanuljam meg? És utána visszakapod az összes tudásodat, érted? Nem mint ember, hanem mint felsőbbrendű lény. A lélek annyi tudástra képes, amit el se tudsz képzelni. Érted? Tehát emberi aggyal felfoghatatlan, hogy a lélek mennyi tudásra képes. És akkor jöhetsz közénk, és te is megváltoztathatod a világunkat. Korszakalkotó lehetsz. Létrehozhatunk egy új korszakot. A szeretet korszakot. Ahol az emberek képessé válnak arra, hogy a rosszból jót teremtsenek. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Szeretném megköszönni vezetőnknek, Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a rendkívül érdekes képzést.
Nagyon tanulságos volt, és tényleg nagyon figyelést igényel, de nagyon logikus és érthető volt. Köszönjük. Én is köszönöm ezt a nagyon értékes összeszedett, mindenre kiterjedő tanítást, azt gondolom. Nekem mondhatom azt, hogy ilyen előadásoktól annak idején, amikor elkezdtem a képzést, kiütődtek a biztosítékok. Mélyen vallásos családban növelkedtem, nagyon sok félelmem volt, nagyon sok meg nem értésem, miértjeimre nem voltak válaszok, és valóban féltem a haláltól, féltettem a családot, a gyermekeket és mindent. És önbizalom hiány, egyszerűen nem tudtam, hogy hová és merre tartsak én. Elmondhatom, bár lehet, hogy megköveznének, ha hallanák mondjuk a szüleim, hogy itt kaptam meg azt a tudást, ami által nyugalmat, biztonságot érezhetek. Megkaptam a belső nyugalmat, megkaptam azt, hogy honnét jöttem és hová kell tartanom. Mesterünk megadta azokat a tudásokat, információkat számomra, amivel nagyon biztonságban és otthon érezhetem magamat. És most már tudom, hogy nincs mitől félni. Van egy hatalmas, halhatatlan, akár több milliárd éves lelkünk, vagy millió éves lelkünk, és elgondoltam, nem lehet, hogy ez sokkal értékesebb, mint az a 80-50-60 éves parányi életet élt testünk, vagy élhető testünk. Nagyon sokat jelent számomra az a tudás, amit én Szedlacsik Miklóstól kaptam. Nagyon sokat változott általa az életem, kaptam egy békésebb, nyugodtabb életet. Kaptam egy olyan tudást, amivel megértem az embereket. Megértem őket, és jobban tudom kezelni az elnyomást, ezáltal sokkal jobban érezhetem magamat. Megtanultam, azt gondolom, jobban bánni párommal, igyekszem még dolgozni rajta. Azt gondolom, megtanultam jobban bánni gyermekeimmel, és azt gondolom, hogy másokkal. Sikerül, azt gondolom, a mesterünktől kapott tudás által másoknak segíteni, hogy nekik is jobbá váljon az életük. Megtanultam az életküldetésem, és aznak az útján járni, és amióta erre ráléptem, mert nyitott voltam rá, és érdeklődtem, azóta változott gyökeresen az életem. Innét mindenkinek föltenném azt a kérdést, hogy nem kellene esetleg, akik nem tudják, mert ti PPH-sok, akik itt vagytok, vagy hallgattok élőben, tudjátok, hogy nektek már mi a küldetésetek, de azok, akik még nem nincsenek közöttünk, esetleg ezt a bemutató előadást hallják, nem kellene megtudni, hogy mi a küldetésetek? Miért jöttetek ide közénk? Nem kellene, ha már tudjátok, rálépni is arra az útra? És megtapasztalnátok mindazt, amit mi, azt gondolom már nagyon sokan megtapasztaltunk, hogy lehet egy csodás, a fentiek által egy segített, vezetett, támogatott életetek. Ezúton is köszönöm Szedlacsik Miklós mesterünknek, hogy ő van és tanít bennünket, és biztatlak benneteket, hogy akik még nem vagytok tanulók, gyertek közénk, ne gondolkodjatok. Nekem is az életem egyik legjobb döntése volt, hogy a PPH-hoz csatlakoztam, mert azóta megváltozott az életem, jobban megértem a folyamatokat, jobban megismertem az emberek működését, és ezáltal azt gondolom, hogy jobb emberre is váltam, türelmesebb lettem, és nagyon sok tudást adott, és látom, hogy még nagyon sok tanulnivaló van, hisz még csak az út elején tartunk igazából. Ajánlom, hogy ne gondolkozz, és hozd meg a döntést, ahogy annak idején én is meghoztam, és
egy jobb világ fog ránk várni az egész emberiségre. Várunk szeretettel, és csatlakozz hozzánk. Aki kitartóan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy hozzánk hasonlóan jelentősen jobbá vált az élete. Azt javaslom neked még egyszer, hogy ne halogass, kezd el a Nyílt Akadémiánál a tanulást, és biztos lehetsz benne, hogy a te életed is jobbá fog válni. Minden szerdán és vasárnap este havonta átlagosan 30 óra képzésünk van. Havonta 200 ezer forint értékben kapsz a mindennapokban használható ember és életjobbító képzést. De most akciósan számodra mindössze egy hónap 19.700 forintba kerül. Sőt, a második hónaptól 12.500 forint mindez. Ráadásul most ingyen kapsz egy szabad, életet eredményező, jövedelmező lehetőséget. Ha megteheted, próbál ki legalább 3 hónapra ezt a tudást, és ez a három hónap most csak 44.700 forintba kerül. És ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, akkor keresd meg egy neked szimpatikus PPH-st, és lépj a fejlődés útjára. Örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és várunk szeretettel. Még egyszer megköszönjük vezetőnknek, Szerdacsik Miklósnak, hogy a szeminárium házigazdái lehettünk. Köszönjük. Megköszönjük nektek az együttműködéseteket, és azt a sok-sok szeretetet, amit kaptam tőletek, és amit felénk sugároztatok. Széles utat kívánunk hazafelé, nagyon sok sikert, minden jót, és minden jót kívánunk mindannyiótoknak. Szeretünk benneteket. Sziasztok!